tavaly osztályozón jutottak be az új egycsoportos MB2-be a Dunaujvárosiak, úgyhogy alaposan túl a várakozásokat ugrottak ismét egyet, és így már az ezüstéremmel az MB1-es tagságot vívták ki. Feljutó helyüket egyébként már a télen elfoglalva a tabellán, így 2000 magyar bajnoka ismét az élvonalban játszik jövőre. Itt pedig Bőr Zoltán csapatkapitány és Lázár Zsolt az örömhírekkel. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Némileg leamortizáltam, le le mert hogy most az ünneplés ideje van, igaz? Azért frissek, fittek vagyunk még, de kétségtelen, hogy tegnap egy diát adó gálán voltunk, amit a játékos szakszervezet e, szervezett, és e, nem sokat aludtunk, de most ennek ez most belefér a pihenés ebben az időszakában. Zsolt, és milyen volt Dunajvárosban az ünneplés, amikor végérvényesé vált, hogy igen, MB1? Természetesen mindenki nagyon boldog volt. Azt hiszem, hogy egy történelmi dolgot vittünk véghez, és mind a vezetőség, mind a csapat körül dolgozók, a családtagok és a, 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 a csapat játékosai is egy önfelett e, voltak együtt. Hát Zoli, neked itt rögtön van két jó hír, ugye bajnok a Debrecen nevelő egyesületed, bajnok lett egy lejjebb csapatod, ahol kapitány vagy a Dunai Város. Hát az első osztályban két ilyen jó hírral az elég jó nyár, nem? Igen, és még euh... Én nekem még az is egy külön öröm, hogy a Nyíregyháza, ugye ők is feljutottak ott a Balogyan és a Bajzát Peti volt húzó ember. Tehát én, a, én, én nagyon büszke vagyok erre, büszke vagyok arra, hogy Debreceni vagyok, és most egy kicsit így, ha lehet mondani, akkor meghatározó tagjai voltunk az első és másodosztály sikert csapatainak, úgyhogy ez külön öröm számomra. És mint Debreceni srác, mennyire lettél Dunói teljes mértékben, amennyire lehet, ugye Budapestről ingázva Dunói városnak lenni. Nyilván az, az egy szerencsés dolog, hogy piros-fehér szerelésben játszunk Dunói városban is. Ez egy, ez egy könnyebbség, ugye ez hozzánőtt a ez a kombináció. De, de néhány év után ismét az, hogy vidéki csapatban játszottok, ez, ezt most tapasztalom megint, hogy azért nagy különbség van a, a fővárosi és a vidéki csapatok között, mert azért itt ugye nyilván kisebb közösségről van szó, kisebb népességről, és, és sokkal inkább maguknak érzi egy-egy település itt a, a város csapatát. Közvetlenebb a légkör. Igen, igen, ez így van. Közelebb vannak a szurkolók, közelebb vannak a, 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 városvezetők, vagy mindenki nyilván itt közelebbi kapcsolatban van egymás felé, és ez, ez pozitív, ez, 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 egy nagyon jó közösséget tud kialakítani, és ez megtörtént Dunói városban is. Igen. Amikor az ősz végén is magabiztosan feljutó helyen álltatok, akkor komolyan megfordult már mindenkinek a fejébe, hogy innen már nem lehet és nem is szabad lecsúszni? Azt hiszem, hogy a játékosok többsége, de majd mindenki olyan ambíciókkal rendelkezik, hogy ha, ha a szezon előtt nem is, nem is gondolta mindenki azt, hogy, hogy ebből egy ilyen siker lehet, de azt hiszem, hogy a, az őszi szezon után, amikor már sikerült igen szép eredményeket elérnünk. Onnantól, kezdve igen, igen, azt hiszem, hogy mindenki berealizálódott, hogyha odafigyelünk, és hozzuk azt, amit tudunk, és folytatjuk azt a következetes munkát, amit eddig, akkor akár ez is, ez is sikerülhet. Bőrzolinak mekkora része volt ebben a fejlításban? Kicsit hazabeszélek, mert igen jó a kapcsolatunk, de azt hiszem, hogy emberként és játékosként is Mindenki felnéz rá, többek között én is, és uh, be kell valljam, hogy nagyon nagy szerepe van, azt hiszem, hogy ő, az ő karaktere az uh, abszolút uh, egy igazi vezéregyeniség, ami, 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 ami mögé az egész csapat uh, beállt, uh, fiatalok, más uh, idősebb játékosok. Uh, azt hiszem, hogy egy nagyon jó közösséget alkotunk, aminek ő a vezéregyenisége, és ezáltal uh, Sikerült ilyen, ilyen szépen teljesítenünk. De akkor ő a hivatalos tréfa is, nem? Ő, ő egy hivatalos minden, szóval ő ugyanúgy, amikor annak van módja és ideje, akkor ugyanúgy a tréfálkozásban, de ugyanúgy a komoly dolgokban is hallatja a hangját. Azt hiszem, hogy ez így van egy ilyen csapatkapitánytól. Zoli, mi volt az erősségetek, tehát hogyha lekéne írni a csapatnak azt a, a csapat stílusában, vagy egyáltalán ennek a közösségnek a, a, azt, a, azt a legfontosabb tulajdonságát, ami miatt ez sikerült, akkor mi volna az? Ami a, a csapategységet, nyilván általában, hogyha csapatsportágra beszélünk, és van egy sikeres csapat, akkor a csapategységet szoktam mindenki kiemelni, legtöbb esetben, ez nálunk is így volt. Én még talán nem is voltam ilyen csapatnál, még amikor a Debrecenben a legnagyobb sikereket elértük, ott, ott több egyéniség volt, ott szerintem annak volt köszönhető, illetve az, hogy a Debreceni maga az igencsak összetartott. Itt viszont tényleg az a kollektíva, az a csapat összes tagja, mindenki mindenkivel kommunikált, mindenki mindenkivel beszélt, minden, minden egyes zrikával, minden egyes poénban, minden egyes megnyilvánulásban szinte mindenki benne volt. Nem, hogy szinte, mindenki benne volt. Mindenki aktív részese volt a, a csapat életének, senki nem volt kívülálló. És ez az, ami, ami teljesen és nagyon rövid idő alatt összekovácsolta a csapatot, és aztán igazából szerintem ezért tudtuk hullámvölgy nélkül átvészelni ezt, a, ezt az egész bajnokságot, még ha esetleg játékban voltak is visszaesések, de eredményességben én azt gondolom, az, hogy nem volt kiugró nyeretlenségi szériánk, ez, ez annak köszönhető, hogy, nagyon kiegyensúlyozott, a, kiegyensúlyozott, volt a, a, a kohéziónk, a csapat egységünk, ami nyilván a, ugyanúgy a szakmai stábnak és a vezetőségnek is köszönhető, mert így együtt értük el ezt az egész sikert, és ebben ők is nagyon-nagyon sokat hozzátettek, hogy ez, ez a légkör így kialakult. Ö, kellett egyébként a, az MV eléréséhez a téli erősítés? Természetesen kellett, azért két jó játékost igazoltunk, a Búrin és a Petnázi Márk személyében meghatározó játékosokat, akik közül a Márk ugye már első osztályba is játszott és bizonyított is, a Peti pedig a másos osztály meghatározó játékosa, kiemelkedő játékosa már évek óta, úgyhogy termelték is szépen a bolokat és a játékokkal stabilabbá tették a csapatunkat és természetesen kiemelkedő szerepük volt abban, hogy feljutottunk. Uh, átszállót váltottatok vagy állandó bérletet? Természetesen mi úgy gondolkozunk, hogy állandó bérletet mindenféleképpen szeretnénk fentragadni az első osztályban. Igen, sokáig tanyázott a Dunai Város messze az első osztálytól, úgyhogy most legalább ilyen hosszú időre tervezünk. Ehhez nézzük, hogy milyen anyagi háttérnek kell alakulnia most már egy osztályjal feljebb. Hát először is tudjuk, hogy ki lesz az edző. Edző marad barna. Marad barna az, biztos, az ező, igen, tehát maradogosban, igen. Bármilyen licensz vagy ilyen kérdések, ő, lesz, ő, ő fogja a szakmai munkát irányítani. Igen, el. folyamatban is van, tehát jár a, arra a képzés, ami most elindult már egy pár hónapja, és amiben ez befejeződik, hogy már hivatalosan is ő lesz, de addig is most nem tudom nyilván a hátterét, hogy milyen megoldással, de biztos, hogy ő fel a szakmai munkára a következő szezonban is. A mostani állapotokhoz képest, és itt most a létesítményekre gondolok, kell-e valaminek még változnia? Biztos vagyok benne, hogy lesznek változások. Amire mi ígéretet kaptunk, hogy a, a játéktér az kicserélésre fog kerülni. Azért mindenféleképpen nekünk játékosoknak is egy nagyon, nagyon üdvözítő lenne, hogyha egy kifogástalan minőségű talajon tudnánk játszani. A stadion szépítése, építése, és tervek közt szerepel, még bizakadó várjuk, hogy ezt minél hamarabb A, 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 a világítás van még egyébként, ami, ami még nincs kiépülve, és a, ahhoz, hogy ott tudjunk hazai meccseket játszani, az az alapfeltétel, úgyhogy most ugye a liszenzhez belett adva egy, egy másik stadion pályája, ahol, vagy más csapat pályája, ahol fogunk játszani, addig, amíg nem készül de hát reméljük, hogy, hogy ez a hátrány ez nem fog érinteni minket. Bízunk benne, hogy elkészül az első hazai meccse, mert azért az jó lenne nem előnyt adni a többi csapatnak. Tehát az a képzett, az első fordulatok, ezből otthon tudjuk Hát jó játszani. lenne, igen. Ha nem sikerül, akkor hol játszolátok? Azt nem tudom, még hmm. előre. Tehát De az, az, az a hatérség... biztonság kedvére van beadva az, hogy. De, persze, hát ez uh -huh. előírás volt. Ha már ilyen erős ez a, ez a közösség, akkor azt mondjátok meg, hogy mekkora változásokra számítatok a, az élvonalban, a keretben, tehát mekkora játékos mozgás lesz. Nekem úgy tűnik abból, amit eddig elmondtatok, hogy hogy arra kellene, vagy arra fog törekedni ott a, a klub, hogy együtt maradjon a csapat. Igen, ez így van már két éve, lassan már két éve, hogy a közös munkát az MB3-ba, és már az MB3-ba is. Nem egy MB3-as keret volt, tehát jóval erősebb keretet állítottak össze. A vezetők éppen azért, hogy ne kelljen sokat cserélgetni, hogyha osztályt lépünk. De persze mindig jöttek új játékosok, akik, akik tudnak segíteni mindig a csapat minőségén, hogy jobbak legyünk. Ez eddig is így volt, eddig bejöttek az igazolások, de a, az alap gondolat az, az most is megmarad, hogy nagyon nem szeretnék a, a csapat gerincét megbontani, akik a, a kezetektől fogva itt vannak és ezeket a sikereket elérték. De én úgy hallottam, meg úgy olvastam, ugye mostanában inkább csak olvasom a pihenő óta, hogy négy-öt játékos igazolását tervezi a vezetőség, akik komoly erősítés jelenthetnek. De én, én, úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy ez, ez így is van rendjén. Számodra meddig tovább még így örök ifjú 36 évesen? hány bört lehet még lehúzni rólad? <laughs> hát ahogy most érzem magam, lelkileg, a, így még nagyon sok évet érzek magamba most egy éves szóbeli megállapodást már kötöttünk, ami remélhetőleg nem sokára aláírásra is kerül. Most úgy gondolom, hogy sokat, több év van még bennem. És Dunajváros. <tosz> Dunajváros, persze. Tehát olyan, olyan, olyan elismerést, olyan szeretetet kapok, ami, amiről én már lemondtam, meg szinte el is felejtettem. Utoljára talán Debrecenbe kaptam ilyet tíz évvel ezelőtt, tehát ez nekem nagyon jól esik. Szeretném ezt továbbra is jól, jó játékkal eredményesen meghalálni. De hát nyilván egy osztályt ugrani fogunk, és az, hogy ez milyen is jelent majd így 36 évesen, az, az nyilván majd az idő eldönt. De én bízom magamból, hogy egy, megismerem nyilván saját testemet, meg mindent megteszek azért, hogy hogy minél tovább magas szinten üzem ezt a sportot, úgyhogy remélem ez majd így is alakul. Hát uraim, akkor most jó pihenést, és, és akkor aztán meg jó felkészülés Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük.